Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gyarmati István, mondhatnám doktor Gyarmati István, nagykövet, biztonságpolitikai és külpolitikai szakértő, meg annyi minisztérium volt, államtitkára, és még sok minden. Nézze meg csak körül a közösségi oldalán, és kiderül, hogy mi mindenhez ért. Ott van leghűségesebb barátja és a fekete kutyája. Milyen kutya ő? Ő német juhásznak néz ki, de anyja labrador volt. De az nem látszik, csak az úszóhártyája van. Tehát akkor, ahogy megboldogult apám mondta, a legjobb kutya a ligeti koktél. Hát igen, tulajdonképpen. Minden kutya jó, az az igazság. De a közösségi oldal szerint elvitte őt egy iskolába, és mit segített ez a helyzet? Rengeteget segített. Egy tanult kutya lesz, sok ember megirigyelhetné, hogy milyen kultúrált. Hát akkor ebből egy nagyot csapjunk. A Héber azt mondja, hogy Lavdil Elefhavdalot, ezer különbséget téve röpüljünk gyorsan az öbölmenti országokba, a Szaúd-Arábiába, és próbálja nekünk megmagyarázni, hogy hogy is van ez. Az amerikai elnök kicsit haragszik azért, ami történt ugye az isztambuli követségen, de tulajdonképpen nem is ez a fontos, és azért mégiscsak a trónörököst keblére szorítja. Ez egy régi dilemma, nem mai dilemma, a hidegháború időszakában is fönnállt. Azt mondta, hogy utálja a hidegháborút. Én azt mondtam, hogy én szeretem a hidegháborút, de akkor is fönnállt ez a dilemma, hogy az emberi jogi, demokratikus alapelvekre épülő megfontolások és a stratégiai kérdéseknek milyen a viszonya egymáshoz, és sajnos nagyon sokszor azt látjuk, hogy a stratégiai szövetségesek egy jó része hát nem éppen a demokratikus országok közé tartozik, és akkor el kell dönteni, hát az amerikai vezetésnek ez egy mindennapi probléma, de sok más országnak is egyébként, hogy melyik a pillanatnyilag a fontosabb. És hát akkor valamelyik elv csorbát szenved, és rendszerint azt gondolom, hogy a stratégiai megfontolások győznek, hiszen ott pillanat, az adott pillanatban érvényesülő nagyon komoly érdekekről van szó. Milyen kapcsolatok lehetségesek a mai Líbia és Szaúd-Arábia között? Hát a mai Líbiának, úgy mint Líbiának, igazából senkivel sincsen kapcsolata, mert nincsen egységes Líbia, tehát arról van szó, hogy vagy az a kérdés, hogy Líbiának melyik részéről beszélünk. Ugye ott van három entitás, tulajdonképpen van az úgynevezett nemzeti egységkormány, a másik entitás egy lázadó tábornok által ellenőrzött terület, ez az oroszok támogatják, és még mindig van egy kisebb rész, amelyiket az iszlám állam ellenőriz. Én azt gondolom, Szaúd-Arábiának, ha vannak kapcsolatai Líbiában, akkor az úgynevezett nemzeti egységkormánya lehet, hiszen az oroszok nem biztos, hogy támogatnak. És akkor az iszlámok által részben meg háborút folytatnak. Hát igen, bár mostanában keveset hallunk, ugye volt egy idő, amikor ez nagyon erőteljesen a napirenden volt, különösen amikor Líbiából sok-sok menekült migráns érkezett Olaszországba. Most, hogy ez az áramlás, ez nagyon nagy mértékben csökkent. Most ugye Líbia általában kevésbé van a középpontban, a figyelem középpontjában, és hát az iszlám államnak a de facto bukásával ugye egy kicsit elterelődött a figyelem a líbiai iszlám állam által ellenőrzött területekről is. Az arab tavasznak, mások által arab tavasznak, általam arab mocsárnak nevezett demokrácia export, amit Európa és az Amerikai Egyesült Államok akart végrehajtani, például Líbiával szemben, ugye ezt okozta. Várható-e itt, hogy még egyszer ez egy egységes országgá válik? Azért egy kicsit a tavasz és a mocsár között tegyünk egy kis különbséget. Ugye ezek a felkelések, ezek
ezek nem azért kezdődtek, mert az amerikaiak vagy bárki más, Líbiában különösen egyébként, nem az amerikaiak voltak, mert valaki oda beavatkozott és elkezdett demokráciát terjeszteni. Ott volt egy belső ellentét, ami egy kisebb fajta polgárháborúba torkolott. Líbiában egyébként mindig is a keleti meg a nyugati részek, amely két különböző törzsnek az uralom alatt. Tehát a diktátor azért kellőképpen kézbe tartotta. A diktátor kézbe tartotta őket, ugye akkor egy idő, de egy idő múlva már nem tudta kézben tartani őket, és akkor beavatkozott a nyugat, ugye Líbiában nevezetesen alapvetően a franciák és a britek. És hát ez is egy nagy dilemma, mert ha nem avatkoznak be, hanem hagyják, hogy polgárháború folyjon, akkor ugyanaz a sajtó meg politikai csoport, amelyik most kritizálja őket, ugyanazért kritizálta volna őket, hogy miért nem csinál valamit, hogy megállítsák a polgárháborút. Mégis én párhuzamot vonnék Szíria és Líbia között, hisz úgy Szíriában, mint Líbiában azért hatalmas orosz befolyás volt, és ez a diktatúra azért egy elég furcsa diktatúra volt. Jó teszed, ha párhuzamot vonsz, mert sok hasonlóság van a kettő között. A Szíria talán még bonyolultabb, mint Líbia volt, meg most is, de Szíriában sokkal egyértelműbben és nyilvánvalóbban csapnak össze a nagyhatalmi érdekek. Ugye Szíria a közel-keleti térségnek a közepén van tulajdonképpen, ugye közel Izraelhez, Iránhoz, tehát ott sokkal jobban láthatóak és érvényesülnek a nagyhatalmi versengésnek az elemei, mint Líbiában. Na de annak idején a volt Szovjetunió milliárdokat öntött mind a két hatalomba. Igen, hát ugye ott akkor elég erőteljesen érvényesült az egyszerű elv, hogy az a nyugat támogatta Izraelt, az oroszok, szovjetek megtámogatták azokat, akik Izrael ellenségei, amiben nem csak antiszemitizmus volt benne, egy ilyen rejtett antiszemitizmus, és a szovjet nem is annyira rejtett a Szovjetunióban, de hát ez egy stratégiai kérdés volt, ugye, hogy az amerikaiak az egyik csoportra támaszkodnak, akkor nyilván a szovjetek a másikra. Én valahol soha nem lelkesedtem azért, hogy egy országnak a határait harmadik emberek, illetve különböző rendszerek rajzolják meg, mint ahogy az annak idején a szíriaiakkal is történt. Most Líbiával és Szíriával is tulajdonképpen új határok várhatók pár hónapon, pár éven belül, amit megint csak nem ők fognak megrajzolni. Igen, ez ugye elméletileg igaz, hogy ez nem jó dolog, csak ha nem rajzolja meg senki, akkor kicsoda. Ja, tehát itt leginkább Szíriában problémás a helyzet. Líbiában ott nem látom nagyon, hogy határváltozások következnének, de ott egy elhúzódó konfliktus van, belső konfliktus, amit ugye ott nem az a probléma, hogy a határok milyenek, hanem az, hogy nem működik az állam, nincsen egy állam Szíriában, meg hát ugye sokkal nagyobbak az ellentétek, és mint mondtam, hogy ott sokkal erőteljesebb a külső beavatkozás, tehát sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy ott valaki valamit mahinálni akar, akár a határokkal, akár mással, és hát közel van Izrael, ezt nem győzöm hangsúlyozni, közel van Izrael, és ezért az érzelmek pozitív és negatív értelemben is sokkal magasabbra csapnak, mint Líbiában. Mégis, hogyha akarnák, akkor az öbölmenti országok, vagy a gazdagabb arab államok meg tudnák mind a két országnak a gazdasági problémáit oldani. Elvileg igen, tehát ha egy gazdasági problémákat meg lehet oldani pénzzel, akkor igen, de a dolog nem ilyen egyszerű. Ugye nagyon sokszor fordult már elő, hogy pénzt tömtek egy országba, és mivel az ország maga nem volt alkalmas arra, hogy ezeket a beruházásokat felszívja. Egy darabig ez működött, utána tessék körülnézni, Afrikában rengeteg helyen komoly beruházásokat benőtte a fű, mert a gazdasági társadalmi viszonyok nem alkalmasak arra, hogy ott egy fenntartható fejlődést indítsunk, legalábbis nem úgy, ahogy ezt csináltuk, vagy csinálják, hiszen a nyugati beruházások azok általában modern, a kornak megfelelő modern létesítményeket építettek, aminek például az egyik jellemzője, hogy minimális munkaerő szükségletet igényel, holott pedig igazából arra lenne szükség, hogy sok-sok munkaerő legyen, amit fölvesz. Amikor én arab mocsáról beszélek, akkor ugyanakkor arról is beszélek, hogy például Líbia esetében, Líbia az én kelléktáramban, még a polgárháborúk előtt tulajdonképpen ez majdnem egy feudalista társadalom volt. Hát sőt, nem is feudalista, egy törzsi társadalom. Na most egy törzsi társadalomból, vagy általán feudalista társadalomból nevezett országból
átugrani a 21. századba, az zökkenőmentesen, az elég nehéz. Igen, erről majd írunk két PhD-t, az egyiket én, a másikat, hogy melyik volt. De egyébként ez nem egy ritka jelenség. Tessék megnézni, Afganisztánban, hogy évtizedek óta háború folyik, azért, mert egy törzsi társadalomból akarnak nem demokráciát, hanem egy működő államot csinálni. Ugye a szovjeteket nem lehet azzal vádolni, hogy demokratikus Afganisztánt akartak, mégis kudarcot vallottak. De hát működőképp. Ezek premodern államok, amik Európában nagyjából hasonlók voltak a 13.-14. században, és ott volt 500 év, hogy kifejlődjön egy modern állam, amelyik most létezik. Tehát akkor lehet, hogy jól értem én, hogy nem lehet lépcsőket átugrani? Jól értem. Hát ugye azért mondtam, hogy könnyű a manufaktúra után egy automatizált gyárat építeni valahol, csak éppen a gazdaság meg a társadalom nem fogja befogadni. Tehát itt időre is szükség van, ha nem is 4-500 évre, mert annyi idő nincs, de biztos, hogy többre, mint 5-10 évre, amit rászánnak azok, akik ezt megpróbálják sietetni. A minap egy libiai menekülttel sikerült beszélgetnem, és én nekem olyan érzésem volt, egy negyedik nyelven kommunikáltunk, hogy ő nagyon jól érezte magát viszonyítva a mostani helyzet a diktátor idején, mert iskolába tudott járni, volt villany mindenhol, ugyan voltak szovjet típusú lakótelepek, amiket mi is jól ismerünk, igaz, mi egyébnek hívtuk ezt. Ellentétben a mával, ahol komoly háborúk és újból sátorlakás és kunyhókba lakás van. Ez a Szíriára is igaz, tehát a szíriai meg a libiai diktatúra is egy furcsa diktatúra. Az a következő beszélgetésem. Csak úgy mondom, hogy fölvezessem azt is lehetőleg, de igen, hát sok minden akkor az emberek általában a biztonságot meg a stabilitást szeretik. Ha ez még egy kicsi jólét is társul, akkor nyilván ezt előnyben részesítik, teljesen érthető módon egy bizony talán akár jelen esetben háborús jelennel szemben. Nem biztos egyébként, hogy ugye a jövő az kér, hogy legyen, hogy visszahozzuk azt, ami korábban volt, de meg kell találni azt, hogy hogyan lehet biztonságot kínálni az embereknek, meg valamelyes jólétet, lehetőleg ne úgy, hogy nevéreskező diktátorokat hozzunk vissza, de az biztos, hogy ilyen nyugat-európai, amerikai típusú demokrácia nem fog működni még egy jó néhány évig ezekben az országokban. Líbiában vannak természeti kincsek, amik Szíriában nem nagyon. Szíriában kincsek voltak, a kulturális kincsek, amit kellőképpen szétbuldarasztak, és az emberiség más kultúrájának, bölcsőjének is nevezették. Igen, az egy más jellegű kincs. De ugye, Líbiában is ahhoz, hogy mondjuk ki lehessen termelni, az egyrészt kérdés, hogy mennyire van szükség ma ezekre a természeti kincsekre, sokkal kevésbé, mint korábban volt. Másrészt pedig ahhoz, hogy ezt ki lehessen termelni, ki fog beruházni akkor, hogyha bármelyik nap fölrobbanthatják, meg legyilkolhatják a munkásokat. Tehát bizonyos fajta stabilitásra mindenképpen szükség van. Értem. Van még pontosan, ha jól látom, 4 percünk. Akkor egy picit kezdjünk bele a hétfői témánkba. Most itt megint ugyanazt mondom, hogy 1000 különbséget téve, és ugorjunk a Közel-Kelet úgy tűnik egyetlen demokratikus államában, Izraelben, ahol érdekes módon új vezérkari főnököt nevez ki az új honvédelmi miniszter, új vezérkari főnök helyettest, sőt, mi több, már általában egy miniszterelnöknek van egy katonai főtanácsadója is, neki most 2 van, egyik mint miniszterelnöknek, egyik meg mint honvédelmi miniszternek. Ugye a vezérkari főnökváltás Izraelben az egy normális folyamat, tehát ott előre lehet látni, ha valami kiszámítható Izraelben, ugye ezt a kormányválságok nem szokták. Ez a mostani hadügyminiszter, aki egyben miniszterelnök is, vidáman kinevezte. Nem szép dolog egy nagykövetet kiavítani, de az izraeliek erre nagyon figyelnek. Honvédelmi miniszter, nem hadügyminiszter. Jó, legyen honvédelmi miniszter, oké, valóban. Ugye, akkor tehát álljunk itt meg egy pillanatra, és akkor mondja el a nézőknek, hogy mi a nagyon fontos különbség a kettő között.
Hát az üzenet, amit közvetíteni akar, ugye a hadügyminiszter, az angol war miniszterből azért van, hogy háborút viseljen, a honvédelmi miniszter meg azért, hogy megvédje, akár háborúval is az országot, és ugye az izraeliek azt az üzenetet akarják közvetíteni egyébként a valóságnak megfelelően, hogy ők nem háborúznak, hanem megvédik az országokat, ha kell, akkor katonai erővel is. De visszatérve a vezérkari főnökre, ugye ez a jelenlegi váltás mutatja, hogy az mennyire szakmai kérdés a vezérkar főnök kinevezése, hiszen a mostani honvédelmi miniszter, aki egyben miniszterelnök is, azt a vezérkari főnököt nevezte ki, akit az előző honvédelmi miniszter javasolt neki, mert akkor ő csak miniszterelnök volt. Ugye? Tehát ebben nincsen változás. Ott miniszterek jönnek, mennek, a vezérkar főnökök azok úgy váltakoznak, ahogy ezt a normális katonai szükségletek megkövetelik, hogy van neki két tanácsadója, az jó, hát majd ő összevesznek, és akkor valami kijön belőle. De az Izraelben a vezérkari főnököknek a befolyása, a katonaságnak a befolyása érthető okokból nagyon nagy az ilyen honvédelmi kérdésekre. Soha nem szoktunk önnel belpolitikáról beszélni, de ez megkerülhetetlen. Akkor itt nálunk Magyarországon, ez most hadügyminiszter vagy honvédelmi miniszter? Abszolút honvédelmi miniszter, teljesen egyértelműen. Mikortól hívják honvédelmi miniszternek? Már egész régen, még a régi rendszerben is annak hívták. Azt gondolom, hogy ez is a valóságot fejezi ki. Nagyon helyesen, és nem politizálják át a honvédelmet, legalábbis igyekszünk nem átpolitizálni a honvédelmet. Bízom benne, hogy jól érezték magukat ezekben a percekben is, hisz a világ legkülönbözőbb tájairól adott nekünk felvilágosítást, és ismeretterjesztés Gyarmati István, nagykövet, biztonságpolitikai szakértő, és ha már a világot jártuk vele, akkor most következik felvételről a zsidó Pavarotti Nógrádi Gergely főkántor, a Frankelleo zsinagóga főkántora, aki ezekben a percekben még Prágában van egy nemzetközi kántor koncerten. Fogadják ezt a beszélgetést is szeretettel, aztán jövünk vissza.